Nézzünk meg még egy alapelvet, aminek a gyakorlására, főleg Tai Chi-ban kerítünk sor. Ugye beszéltünk már róla, hogy ezekben a taoista megközelítésekben rengeteg paradox dologgal találkozunk, sokszor egymás ellentétei együtt vannak jelen, és sokszor pont az ellenkezőjét kell tennünk annak, hogy valami megtörténjen, mint amit mondjuk a hétköznapi megközelítésben teszünk, vagy gondolunk, hogy tennünk kellene. A Tai Chi-nak is, meg néhány ilyen mozgásművészetnek, vagy ha tetszik, harcművészetnek az a neve, hogy belső harcművészet, tehát hogy valami belsővel dolgozik, nem a fizikai felől közelít, hanem más megoldást próbál találni különböző helyzetekre. Amikor ezeket a rendszereket ezeken a taoista alapokon összerakták és kikísérletezték, a múlt idő talán nem indokolt, hiszen ez egy folyamatos evolúcióban van, tehát a mai napig is fejlődik, de azokat a taoista alapelveket használták és működtették, amik az alap taoista alapelvek. Amikor a taoista alapelvek gyűjteményéről beszélünk, akkor nagyon gyakran a Tao Te Ching-et hozzuk példának, és ugye Magyarországon nagyon sokféle Tao Te Ching fordítás elérhető. Talán a legszerencsésebbnek, a legautentikusabbnak Vörös Sándor fordítását tartom én, de ez az én személyes véleményem, és általában az idézeteket is ebből a fordításból szoktam idézni, vagy beemelni. Tehát, amikor elolvasok a Tao Te Ching-et, akkor az ad egyfajta bepillantást, egyfajta életszemlélet, egyfajta természetszemlélet, egyfajta univerzum szemlélet irányába, de bizonyos szempontból ilyen módszereknek is a gyűjteménye. Tehát, hogy ez nem elvont, vagy nem filozófiai, még ha úgy is tűnik első olvasatra, hanem sokkal inkább gyakorlati, és sokkal inkább módszereket, eszközöket tartalmaz ezekre a gyakorlatokra vonatkozóan. Most, amikor a Tai Chi, mint mozgásművészet összeállításáról beszélünk, akkor ezek az alapelvek, ezek a taoista alapelvek, ezek nagyon fontos szerepet játszanak, és ebben a belső harcművészetben a látság, a gyengeség, az engedés, amik látszólag mind olyan fogalmak, amiknek nincs köze a harchoz, de mégis ezek ezt az univerzális működést tükrözik, hogy hogyan működik az univerzum, hogyan lehet ezeket a működéseket lefordítani, ha tetszik, a mi nyelvünkre, hogy megértsük, hogyan tehetjük ezt gyakorlativá, hogy ez ne csak megértés legyen, hanem adja meg a tapasztalás lehetőségét is. És a Tai Chi-ban itt van ez a hatalmas lehetőség és ajándék, hogy lehetővé teszi ezeknek a paradox elveknek a gyakorlatban való megértését, használatát. Ugye nézzük a szintén, tehát ahogy említettem, Vörös Sándor fordításában a 78. vers részletét: nincs lágyabb, mint a víz, mégis a köveket kiválja, nincs külön nála. A gyenge legyőzi az erősebb, a lágy a keményet, az ég alatt mindenki tudja, még sincs, aki valóban fölfogja. Hogy amikor Tai Chi-ról beszélünk, akkor ezeket az alapelveket próbáljuk használni és működtetni. Ezek alapelvek, főleg amiről beszélünk és főleg amit bemutatunk, tehát önmagában az alapelvek megértése, vagy ha tetszik, az alapelveknek az ilyen szintű működtetés, ez még nem harcművészet. Ez egyszerűen csak annak a megértése, hogy az univerzumban
nem feltétlenül úgy működnek a dolgok, mint ahogy gondoljuk, lehet, hogy pont épp az ellenkező módján. Érdemes egy kicsit ebben nyitottnak lenni, és egy, ha tetszik, az ellenállásainkat vagy a falainkat ebben a gondolkodás szerkezetben is elengedni. Nézzünk erre példát, hogy hogyan viszonyul a lágy és a kemény egymáshoz. Péter lesz a segítségemre. Megállunk egymással szembe íjállásba, és a Péter az erősen és keményen tartja magát, én megpróbálom elhúzni, de nem tudom elhúzni, mert az ő tömege, a fizikai ereje és a stabil állása ezt megakadályozza. Ez, amikor a fizikai erő találkozik a fizikai erővel. Most megpróbálom őt energetikailag kimozdítani, és már nem tud ellenállni, pedig ugyanabban a pozícióban van. Nézzük meg még egyszer erőből. Tehát húzom, de nem igazán boldogulok vele, ez egy fizikai dolog. Most energetikailag húzom, és nem tudja megtartani. Nézzük meg ugyanezt tolás esetében. Tehát megpróbálom a Pétert eltolni fizikailag, és ebben hiába tolom, a Péter erősebb, jó pozícióban nem tudom megtolni. Mi van akkor, ha én gyengévé válok, ellazulok ebbe a tolásban? A Péter tolja el magát. Most tolom fizikailag, ezt ugye ő megtartja. Viszont ellazulok. Úgy viszont magát löki el. Lazítunk. Jó, köszönöm. Tehát ez a két egyszerű példa is egy picit abban segít bennünket, milyen taoista alapelvek, milyen taoista gondolkodás és milyen taoista módszer és gyakorlat van egy olyan rendszer mögött, mint a tai chi. Mit tesz bele, mit segít fölismerni és kifejleszteni, hogy ha tetszik, szinkronban és összhangban az univerzummal tevékenykedjünk, ahol látszólag áramolva nagy erőfeszítés nélkül, gyakran az engedésből, a lágyságból, a lazításból oldunk meg dolgokat. Ez egy kicsit ilyen fizikai példa erre, de más értelemben és átvitt értelemben ez megint igaz a mindennapi élethelyzetekre, hogy hogyan tudunk a vízszerű minőséggel, ami a Tao egyik szimbóluma, ha tetszik a Tai Chi-nak is az egyik szimbóluma, hogyan tudjuk áramlóvá tenni az életünket erőlködés nélkül, és hogyan tudjuk ezeket az alapelveket használni. Jó gyakorlást!